Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Szeretettel köszöntelek benneteket és a Katolikus Rádió hallgatóit. A mai szentmisében a sziklára épített ház hasonlatát halljuk, ha hűségesen hallgatjuk és meg is tartjuk Jézus tanítását, valóban eljutunk az üdvösségre. A szentmisét elhunyt Ilona testvérünkét ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, mutasd meg hatalmadat, és jöjj segítségünkre erőddel, bár bűneink miatt távol vagyunk tőled, add mégis jóságosan kegyelmedet, hogy mielőbb egészen tetszésedre legyünk, ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Profétája által szól az Úr.
Azon a napon ezt az éneket éneklik Júdea földjén. Erős városunk van nekünk, védelmű kőfal és bástya van benne. Nyissátok ki a kapukat! Hadd vonuljon be az igaz nép, amely megőrzi a hűséget, amely meg van győződve arról, hogy az Úr megőrzi békében, mivel benne bízott. Bízzatok az Úrban örökkön örökké, mert az Úr örökké megmaradó szikla. Letaszította a magasban lakókat, és büszke várost megalázta, földig alázta, porba sújtotta, úgyhogy most lábtiporja, a szegények lába, a szűkölködők talpa. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Áldott legyen megváltó királyunk, aki az Úr nevében érkezik. Áldott legyen megváltó királyunk, aki az Úr nevében érkezik. Adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos hozzánk, mivel irgalma örökké megmarad. Jobb Istenre bízni magunkat, mint emberek oltalmát várni. Áldott legyen megváltó királyunk, aki az Úr nevében érkezik. Istenem, üdvözíts engem, add Uram, hogy célunkhoz érjünk. Áldott, aki az Úr nevében érkezik, Isten házából megáldunk titeket. Áldott legyen megváltó királyunk, aki az Úr nevében érkezik. Halleluja, 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 halleluja. Keressétek az Urat, míg rá nem találtok, hívjátok segítségül, mi közel van hozzánk. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Nem mindaz, aki mondja nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette, szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél és rázudult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél és rázudult a házra, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, a GPS csodálatos eszköz, ha valahova el akarunk jutni. Természetesen előfordul, hogy nem egészen helyes utat mutatja. Az életünknek is van egy irányító eszköze, egy GPS-e, ami viszont biztosan elvezet az üdvösségre, és ez Jézus tanítása. Jézus arról beszél az evangéliumban, hogy aki figyel erre a tanításra és követi is azt, az az életét sziklarapra építi. Így a világ minden veszedelmét kiállja, és eljut az üdvösségre. Az olvasmányban Izajás próféta tanít, hogy erős városunk van nekünk, az Úr megőrzi az igaz népet békében. Egy olyan világban, amely már szavaiban sem vallja meg az Urat, nem könnyű állva maradnunk. Szükségünk van Jézussal való szoros barátságra, s tanításának egyre tökéletesebb megismerésére. Nem elég csupán szívünkben találkozni vele, hanem az ő
barátságából erőt merítve cselekedeteinkkel is kövessük az ő irányítását. A mai önző világban elsősorban a fő parancs a szeretet megvalósítására törekedjünk. Ez azonban csak az ő barátságával valósulhat meg. Ha saját erőnkből igyekszünk, hamar kifulladunk. Ha azonban beengedjük szívünkbe az ő végtelen szeretetét, megmaradunk a helyes úton. Adja meg mindnyájunknak ezt a kegyelmet, édes üdvözítőnk. Amen. Kérjük testvéreim bízó lélekkel az Atya Isten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe. Kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek. Kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezesse országába, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Elhújt Ilona testvérünket viszont láthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkező jóságoddal, s úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyeri az örök életet Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket tőled kapott javaidból felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked,
Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött és teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, s megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsánna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjaink velünk vagy mindig, de kivált kép most midőn Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást, s megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kincs szenvedése előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, s hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kincs szenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott az te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, s ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét, adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel együtt örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és remény sugározva magunkból. Mennyei Atyánk, irgalmaz testvéreinknek, aki Krisztus békében hunytak el, s légy irgalmas minden megholtkoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba,
ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és vértanukkal, Szent Józseffel és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostoloidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Krisztus szeretetével köszöntelek mindnyájatokat. Te lelkeddel. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nékünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy kajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Elvén bennem bír. Test már a
emberséggel, ím megegyezett nagy szövetséggel. Ebben reménylek, amíg csak élek, ebben erős is Jézusom, kérlek. Ebben reménylek, amíg csak élek, ebben erős is Jézusom, kérlek. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihlesd meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kincsszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez az közösségben bemutatott áldozat, amelyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük, és az örökké valókhoz ragaszkodjunk Krisztus, ami Urunk által. Szeretettel kérjük Jézus kegyelmét, hogy szavait ne csak hallgassuk, hanem valóban meg is valósítsuk életünkben. És így az ő szeretetében eljussunk az üdvösségre. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak! Istennek legyen hála! Mennyi ország, fényes hajna, mely ránk virrad szép nappal. Üdvözlék, ó Jézus anyja, árva népünk asszonya. A te drága szűzességed, méltóságra vitt téged, Isten édes anyja voltál, mégis szűzen bírultál.
üdvözlégy, édes Jézusunk, erős hittel itt megvallunk, e szentségben mi imádunk, Istenünknek magasztalunk. Te vagy világ megváltója, mennyországnak megnyitója, éhes lelkünk táplálója, úgy szívünknek orvosója. Fogadd el, Uram, egész szabadságomat, fogadd el emlékezetemet, értelmemet és akaratomat, amin van, amivel rendelkezem, mint te adtad nekem. Mindezt most egészen visszaadom neked, és teljesen akaratodra bízom magam. Csak az irántad való szeretetet és kegyelmedet add meg, s én elég gazdag leszek, és nem kívánok többé semmi egyebet. Amen.